Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Hát valóban most már sokat gyára hallatjuk így napirend előtt ezeket a riogató mondatokat, és azt gondolom pont öntől, képviselőasszony, ennek a hitelesség erősen megkérdőjelezhető. Olyan leírást vázol, vizionál itt a magyar gazdaságról, amiről egyáltalán nincs szó, sőt egész pontosan az ellenkezője a valóság. Engedje meg, hogy néhány konkrét adattal mégis tájékoztassam. A 2018-as módszertani változás hatását kiszűrő január-szeptemberi nemzetgazdasági adatokat ajánlom figyelmébe, nevezetesen 39 ezerrel, a versenyszférában 56 ezer fővel gyarapodott az a létszám, akik dolgoznak. Tehát az, amit ön mondott, hogy elvándorlás van, és mindenféle riogatás, az minden alapot nélkülöz. A közfoglalkoztatottak nélküli közszféra létszáma 10 ezerrel nőtt. A közfoglalkoztatók száma 39 ezer fővel csökkent az első 9 hónapban. Ebből egyértelműen látszik, hogy a vállalatok bizakodóak, létszámnövekedésben gondolkodnak, és partneri kapcsolatot alakítanak ki a munkavállalókkal. Ennek természetesen van hatása a bérekre is, és hát látható, hogy január-szeptemberben a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 324 ezer forint volt, a versenyszférában pedig elérte 335 ezer forintot. A nettó keresetek a bruttó bérekkel megegyező ütemben nőnek, míg a nettó reálkeresetek 69 hónapja növekednek. Én nem tudom, hogy ön miről beszél, képviselőasszony, de ez a valóság a mai munkaerőpiacon. Köszönöm szépen!